vonjuk be a gyerekeket ezekbe a tengerbiológiai kutatásokba, vagy mentésekbe, és akkor így talán van esélyünk, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerüljön a Föld. Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast Dórával. Hogy hogyan lesz valakiből tengerbiológus egy tenger nélküli országban? Visszafordítható-e az óceánok, tengerek szennyezettsége? Mi az esélye annak, hogy merüléskor cápával találkozunk? Hogyan zajlik a korallok újratelepítése? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Karát Emil tengerbiológus operatőrrel. Hallgassátok szeretettel! Ha tetszett az adás, akkor nyomj egy lájkot is, hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornára. Karát Emil vagyok, biológusként végeztem, és tengerbiológiával foglalkoztam már az egyetemen. Azóta több-kevesebb sikerrel sikerül ezzel foglalkoznom, amúgy meg hát már talán több mint két évtizede meg filmezéssel forgatok, és hát szabadúszóként dolgozom a tévés szakmában, mint operatőr, meg filmkészítő. Azért kértelek fel erre a beszélgetésre, mert már minap olvastam veled egy interjút, és hát abból kiderült, hogy te tengerbiológus vagy, nemzetközi környezetvédelmi projektekben veszel részt, ezáltal sokat utazol. Nekem úgy tűnt, hogy csupa kaland az élet. Te hogyan gondolod, valóban így van-e, ahogy én érzem, hogy kalandos az életed? Hát úgy gondolom, hogy talán kalandosabb, mint egy átlagembernek, de én szeretném, ha még kalandosabb lenne, tehát még többet lehetne tengermentéssel foglalkoznom, de hát ezt itthon azért nehezen tudja kivitelezni az ember, hiszen nem egy tengerparti országról van szó, és hát ahhoz, hogy ezzel foglalkozunk, ahhoz minimálisan az szükséges, hogy valahova elmenjen az ember, és akkor ez mindig egy picit nehezebb bekapcsolódni mindenféle tengerkutatási projektekbe, de nem lehetetlen mostanában, úgyhogy... Pont ez merült fel bennem is kérdésként, hogy egy olyan országban, aminek nincsen tengere sem, hogyan lesz valakiből tengerbiológus? Hú, hát ez nagyon régre nyúlik vissza. Én még iskoláskoromban én versenyúztam, aztán utána búvárúszó lettem. A víz az mindig valahogy... ilyen nagy szerepet játszott az életemben, és már kisgyerekkoromban vagy állatorvos szerettem volna lenni, vagy valami ilyesmi, csak akkor még nem tudtam egész pontosan, és akkor ez a víz szeretet, meg az állatok, az így valahogy így összekapcsoltam, és akkor ez adta magát, hogy akkor tengerbiológia, ami nem volt akkor még túl egyszerű, amikor egyetemre jártam, mert a diplomamunkámat is tengerbiológiai témából írtam, és nem sokat tudtak hozzászólni a tanárok, csak hogy hát én hogy tudtam jegyzetelni a víz alatt, tehát hogy körülbelül ennyit, mondtam, hogy hát ceruzával. A képzésben van ilyen gyakorlati rész, hogy kimentek tengerre? Nem, magyar iskolarendszerben igazából, vagy hát egyetemi oktatásban nem volt akkor semmi ilyesmi. Volt egy két éves ilyen alapképzés, ami tengerbiológia volt egyébként, azt én elvégeztem. És hát a diplomamunkát, azt meg ugye mindenki specializálódott. Tehát voltak csoporttársam, akik madarakkal foglalkoztak, voltak, akik laborba kütyültek. Én meg kimentem az Adriai tengerre, és akkor egy ilyen lakatlan szigeten merülgettem, és nézegettem a korallokat, illetve azokkal foglalkoztam. Fel tudod idézni az első ilyen projektet, amiben már mint tengerbiológus bekapcsolt, hogy hol volt ez, mi volt ez pontosan? Ez még a 90-es években volt. Úgy találtam erre a projektre, hogy egy egyszerű újsághirdetésben, egy apró hirdetést adtak fel. Tehát a projektre kerestek embereket, természetesen biológusokat. Ez volt a világ első világméretű kutatása, az a 97-ben volt, ha jól emlékszem. Ugyanabban az időben a világ olyan pontjain, ahol korallszirtek voltak, ugyanakkor ugyanolyan módszerekkel fölmértük a korallszirteknek az egészségi állapotát. És akkor egy svájci csapat volt, ahova én jelentkeztem, és akkor gyakorlatilag bekerültem oda hozzájuk, és akkor még nem túl
közismert Maldív-szigetekre mentünk, és akkor ott kutattunk, úgyhogy ez volt az első ilyen kutatás, amiben részt tudtam venni. Sokat hallunk a tengerek, óceánok elképesztő szennyezettségéről, arról, hogy óriási műanyag szigetek lebegnek a vizeinken. De szakemberként hogyan látod, visszafordítható még a folyamat? Ha akarjuk és megfelelően cselekszünk, akkor elképzelhető, hogy ezt esetleg, ha nem is visszafordítani, de megállítani ezt a folyamatot meg lehetne. Nem biztos, hogy ez most így a közeljövőben, legalábbis én úgy gondolom, hogy a közeljövőben nem tartom valószínűleg, hogy ez be fog következni. Nagyon sok szemét kerül természetesen, vagy hát nem természetesen, az óceánokba, amik aztán ott a tengeráramlatoknak köszönhetően szinte tényleg szigeteket alkotnak egyes helyeken, mert hogy oda gyűlik a sok hulladék, és hát a műanyag az meg nagyon nehezen bomlik le, és hát sok tengeri élőlény, meg mondjuk a teknősök, tegyük fel, ami talán közismertebb, azoknak a tápláléka, amelyik éppen medúzát fogyaszt, az ugye nagyon hasonlít a vízbe lebegő műanyag szemétre, és akkor ezt elfogyasztják, de ez nem csak teknősökre vonatkozik, madarakra, tengerejemlősökre, halakra, mindegyikre. Bekerül az emésztőrendszerükbe, és akkor hát ez a bélelzáradás meg egyéb ilyen dolgokat okoz, amitől aztán persze elpusztulnak. Úgyhogy hát ezek nagy gond, sőt, manapság már vannak ezek a mikroműanyagoknak nevezik, amit már szemmel gyakorlatilag nem is látsz, az is tömegével van a vízben, ami úgy szintén beépül a élőlényeknek a szervezetébe, és hát ez gyakorlatilag legrosszabb esetben, de a pusztulásokat okozza. Amikor bent vagy a vízben, te is tapasztalsz ilyet? Tehát látod a szemetet? Igen, abszolút. Sőt, 97-ben, amikor volt ez a kutatás, amikor még talán nem volt ennyire szemmel látható ez a szemetelés. És mondjuk ott vagy egy világvége kis szigeten, azt gondolnád, hogy az tiszta, és szeméttel itt nem találkozol, és amikor ott éppen felmértük a korallszirtet, akkor hát nem egy helyen láttam elemet a vízbe, meg mindenféle egyéb szemetet, nem volt olyan nagyon sok, de már ott is lehetett tapasztalni, hogy hát ez ide hogy kerül. Tehát, hogy olyan helyekre eljut a hulladék, amire azt gondolnád, hogy ez egy világvége hely, itt ez biztos, hogy gyönyörű, szép, tiszta minden, és nem, hát elviszi a tengeráramlat, meg minden. Úgyhogy már nehezen találni ilyen helyet. Milyen gyakran van lehetőséged részt venni ilyen környezetvédelmi projektben? Hát ez nagyon változó, legfőképp persze anyagi kérdés. Nagyon sok projekt van, tehát hogyha az ember keresgél manapság az interneten, nem túl nehéz találni ilyen projekteket, be lehet csatlakozni, én szerintem igen könnyen, akár önkéntesként ezekbe a munkákba. Hogy milyen gyakran, azt így most nehéz. Teljesen változó volt, épp a tavalyi év, ami ugye a Covid határozta meg a legfőképp itt az életünket, meg hogy ugye be van zárva az ember, stb. Érdekes módon akkor utaztam talán a legtöbbet. Úgyhogy hát évente szeretnék minél több ilyen munkában részt venni, de évente szerintem egy-két ilyenre van talán reálisan esély. Mondtad, hogy itt anyagi oka van annak, hogy limitált számú ilyen projektbe tudsz bekapcsolódni. Nem, ez volt, az forgatás volt, tehát ez egy dél-afrikai filmes stábbal forgattam az éppen Nyugat-Pápuának az élővilágáról. Azt mondjuk fizették, mint operatőr, mint víz alatti operatőr, vagy volt egy másik projekt, amit a Kajmán-szigeteken csináltunk, az egy nagyon érdekes projekt volt, mert az is ilyen nagyon úttörő jellegű kezdeményezés volt, hogy élő interaktív adást csináltunk a víz alatt. Tehát, hogyha te ülsz a számítógéped előtt, látod a műsorvezetőt a víz alatt, és ott elúszik egy teknős a képen, akkor te meg tudod kérdezni tőle, hogy hány éves az a teknős, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, és akkor ő válaszol neked. Ami hát technikailag azért egy elég új dolog volt, és 100 napig ezt csináltuk, ezekért fizettek, de az ilyen korall telepítés és egyéb állatmentős projektekre általában, illetve eddig én még nem csúsztam bele olyanba,
Tehát, hogy igazából önkéntesként el lehet vállalni, de hát ez ilyen szívügyem, tehát, hogy bevállalja az ember, hogy jó, hát akkor nem kapok érte semmit, de nem is ez a lényeg, hanem hogy próbálsz segíteni, meg ott vagy. Úgyhogy ezek nem ilyen fizetett munkák. Úgyhogy ezért nehéz, tehát összegyűjteni, hogy most te kimenjél, nem tudom, akár Tanzániába, de hát ez még egy közeli célpont. Ez a mostani egy-két hete történt cápatámadás nagy kavart fel, itt nagyon sok embert megrázott, mert hát ugye nem is olyan távol volt ez, azt hiszem a Vörös-tengerben. A Vörös-tengeren, igen. Mennyire veszélyes az, amikor ti merültök? Hogyan lehet erre felkészülni, hogy ott ne érjen semmi baleset? Én már a 80-as évek elejétől kezdve merülök. Eddig igazából nem tapasztaltam semmi olyan veszélyt, ami a víz alatti vagy tengeri élőlényektől, amitől nagyon félnem kellett volna. Az a helyzet, illetve azt szokták erre mondani, hogy annak az esélye, hogy mondjuk megtámad egy cápa, annak tehát kisebb az esélye, mint hogy belé csapjon a villám. Most ez egy picit talán sok volt a nagy közönséget, hogy ilyen rövid időszak alatt ugye több is előfordult. De ez nem jelenti azt, hogy ha most valaki bemegy a tengerbe, akkor megtámadják, és szét fogják ott szedni a cápák. Közel sincs erről szó. Ezekben az esetekben, bár még ugye nem derítették ki egészen pontosan az okát, de mondjuk akár az is feltételezhető, hogy illegálisan ott etetgették azokat a cápafajokat, amik amúgy nem a part mentén lennének hivatottak lenni, hanem ők inkább a nyílt vízben úszkálnak, de mondjuk a többször ilyen beetetés miatt közelebb húzódnak a partokhoz, és ott keresgélnek ugye élelem után. Hát sok tényezőnek kell összejátszani, szegény áldozatok, akiket ilyen támadásért, ez csak azt tudom mondani, hogy rossz helyen volt, rossz időben, de tehát, hogy egyik cápa étlapján sem szerepel az ember. Tehát nem azért támadják meg gyakorlatilag, mert hogy embert akarnak enni. Van, amikor mondjuk olyan a víz, hogy a víz átlátszósága nem éppen túl jó mondjuk egy partmenti vízbe, és akkor ott halászó vagy vadászó cápák, azok másképp nem tudják leellenőrizni azt, hogy te most egy ehető fóka vagy valami jó kis halacska, vagy éppen valami olyan, amire nekik nincs is szükség, és hát mivel ugye nincs kezük, hát másképp nem tudják ezt leellenőrizni, mint csak úgy, hogy harapnak. És hát a cápa méretéből, illetve a harapásnak a helyétől függően vagy megúszza az ember, vagy nem. Tehát, hogy egy nagyobb cápa harapja meg az embert, vagy mondjuk olyan helyen harap meg, hogy egy főverő eret érint, akkor nem attól hal meg az ember, mert széttépték, hanem csak egyszerűen mondjuk kivérzik, vagy a soktól. A Frey Tamásnak volt egy műsora még nagyon régen, és együtt forgattunk Dél-Afrikába pont cápatámadást szenvedett emberekről. És volt, akkor még a világon egyedül volt egy bácsi, aki vízimentőként szolgáltott a dél-afrikai partok mellett, és ő kétszer sikerült belefutnia egy ilyenbe, holott azt gondolta, hogy ha egyszer túléltem egy ilyet, akkor innentől én már nyugodtan mehetek a vízbe, de aztán pekére még egyszer megtámadták, de hogy semmilyen nem hiányzott, a farpofájába harapott épp a cápa, és aztán hát gyakorlatilag ugye észlelte, hogy ez nem az, amit én szeretnék, nem érdemes ezzel itt nagyon törődni, és ott is hagyta, tehát hogy túlélte ezeket a támadásokat, úgyhogy általában tévesztés miatt kerül az ember ilyen helyzetbe. Amikor tengerbiológusként bekapcsolsz egy projektbe, ott akkor mi történik? Tehát lementek a vízbe. Hát ez teljesen változó, tehát hogy te közben filmezel? Van, amikor lefilmezem éppen azt a projektet, van, amikor én is részt veszek benne, tehát változó. A két utolsó ilyen projekt, amiben bekapcsolódtunk, az a maga kora szirteknek a mentésével foglalkozott, vagy újratelepítésével. Ezek olyan helyeken voltak, ahol vagy mondjuk a halászok azok úgy halásznak, hogy bedobnak egy dinamitrudot a vízbe, az ott ugye felrobban, és akkor a halak azok feljönnek a felszínre emiatt a robbanás miatt, így begyűjtik a halakat. De hát a robbanás az nem csak a halakat pusztítja el, hanem ott minden élőlény azon a területen. Illegális. Ez abszolút illegális módszer, igen. Ráadásul arra nem gondolnak, hogy mondjuk azután, miután felrobbantottak egy-egy ilyen helyet,
az ott lakó, tehát a koralszirten lakó összes a haltól kezdve mindenféle gerinctelen állatokig, akiknek búvóhelyet meg élelmet biztosít egy koralszirt, azoknak ez ugye nem fog nyújtani se búvóhelyet, se élelmet, ezért aztán ott hagyják a területet igen hamar. Tehát, hogy másnap, meg harmadnap, illetve onnantól kezdve évekig azon a területen ők nem fognak semmit. Tehát, hogy nem nagyon gondolkoznak előre, bár teszem hozzá, ez olyan területen volt Afrikában, ahol hát a halászok ezzel megélhetési gondok miatt nem nagyon foglalkoznak. Na és hát arról szóltak ezek a projektek, hogy a felrobbantott korallok darabokra törnek, de hát vannak ott még ilyen kisebb-nagyobb élő korall darabkák. Ezeket ott összegyűjti az ember, és akkor egy ilyen korall óvodának nevezett helyre különböző módszerekkel felrakosgatják ezeket a korall darabokat a víz alá, és akkor ott nevelkednek nagyjából egy olyan 9 hónapig. Ez úgy nézett ki, mint egy ilyen szárítókötél, nagyon sok szárítókötél egymás mellett a víz alatt, és akkor ezekbe a kötelekbe belerakosgattuk a korallokat, és hát 9 hónap alatt ezek megnőnek hát ilyen jó öklömnyi darabokra, akkor leszedik őket, vagy leszüretelik őket mondjuk, és utána visszahelyezik az aljzatra különböző ragasztókkal, és aztán utána már tovább növekedhetnek, és akkor valahogy így meg tudják menteni a korallszirtet. Van, ahol az a baj, hogy például dinamittal halásznak, van, ahol meg az a baj, hogy mondjuk a ciklon egyszerűen lesöpri a korallokat, illetve a legnagyobb gondot az a globális felmelegedés okozza, mert hogy annyira melegek már ezek a tengerek, már ilyen 34-35 fokosak, hogy egyszerűen nem tolerálják a korallok ezt a meleg vizet. Úgy hívják ezt, hogy kifehéredés, elveszítik a szöveteikben lévő kis algákat, és aztán, ha ez sokáig fennáll ez a stressz helyzet a számukra, akkor elpusztulnak. Tehát emiatt próbálják megmenteni ott a korallszirteket. Ebből most egyébként elég sok projektet lehet találni. Úgyhogy az utolsó két ilyen munka az ezzel volt kapcsolatos. Egyébként mi történik, hogyha elpusztulnak ezek a korall zátonyok? Milyen hosszú távú következménye van annak? Ez adja az alapját az ottani ökoszisztémának. Tehát, hogy erre épül a korallszirtnek a megléte, azt mondom. Tehát, hogyha elpusztul mondjuk maga a korall, vagy a korallszirt, akkor az összes ott lévő állat az nem fog találni magának se táplálékot, se búvóhelyet. Szerencsés esetben tehát ott hagyják a területet, szerencsés esetben találnak egy másik helyet, nem szerencsés esetben pedig hát ők is elpusztulnak, ami aztán hát olyan károkat okoz, hogy élelmezési szempontból is megérezhetjük ezt, hiszen az ott élő halászok azok nem találnak innentől maguknak élelmet. Mit csinálsz most, illetve mi a terved a jövőre nézve? A jövőre nézve csináltunk itt egy alapítványt, aminek a elsődleges célja az, hogy megpróbáljuk a jövő generációját a tengervédelemre nevelni, úgyhogy a következő ilyen projekt, ami szeptemberben indul el, az iskola év elején, hogy akármelyik osztályok, a felső tagozat és gimnazista osztályokra gondoltunk, jelentkezhetnek, és akkor ott tartunk nekik tengerbiológia előadást, megpróbáljuk érdekessé tenni egészen úgy, hogy ha fölvesznek majd egy VR szemüveget, akkor gyakorlatilag, mint hogyha búvárkodnának, tehát ugye a tenger alatt tudnak lenni. Ezzel aztán hát megpróbáljuk a gyerekeket arra ösztönözni, hogy védjék a tengereket is, és aztán talán akkor majd a jövőben egy kicsit jobb lesz a helyzet, úgyhogy ez a mondjuk legközelebbi terv. Aztán vannak még olyan tervek, hogy egy ilyen dokumentumfilm sorozatot készítünk, ami szintén a tengereknek, az élővilágának a megóvásáról szól. Úgyhogy most ezen dolgozom, vagy dolgozunk, mert többen vagyunk. Ezt hol forgatjátok? Ezt a világ bármelyik részén, tehát hogy nincs meghatározva most így a hely. A lényeg az, hogy olyan projekteket keresünk, ami különböző tengeri állat vagy növényfajoknak a megmentésére irányulnak. És akkor abban mi megpróbálunk bekapcsolódni. Tehát, hogy tevékenyen segítünk, méghozzá a gyerekek segítségével, hiszen hát erről szól, hogy vonjuk be a gyerekeket
ezekbe a tengerbiológiai kutatásokba, vagy mentésekbe, és akkor így talán van esélyünk, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerüljön a Föld. Csak gyerekekbe gondolkoztok? Felnőttek is csatlakozhatnak, tehát hogy nincs ez kizárva, de mi elsősorban ezt a jövő generációját célozzuk meg. Épp azért is tartunk különböző iskolákba ilyen előadásokat ezekről, hogy Magyarországon szerintem tengervédelemmel nem igazából foglalkoznak, mert hát hiszen miért is nincs tengerünk jelszóval, és hát aztán ezt megpróbáljuk egy picit talán ezt a hiányt, amennyire lehet pótolni. Az utolsó kérdésem az, hogy melyik volt a legemlékezetesebb munkád? Erre nagyon nehéz válaszolni, mert hogy mindegyik a maga nemében az egyedi volt, és nagyon jó volt, és mindegyiket tényleg élveztem, hogy ott lehetek, és ott segíthetek, megcsináljuk. Úgyhogy úgy nem is tudnék kiemelni egyet sem, hogy ez sokkal jobb volt, mint a másik, mert egyszerűen mindegyik jó. Legalábbis eddig csak ilyeneket találtam. És mennyi van mögötted, mennyi ilyen munka? Nagyságrendileg nyilván nem kell pontosan. Ja, nem olyan nagyon sok. Az lenne az igazi, nem tudom, minden második hónapban el tudna az ember menni ilyen munkákra, de hát az említett okokból azért nem olyan egyszerű. Nem tudom, ilyen tízes nagyságrendű projektben vettem részt, de a tervek szerint remélhetőleg, hogy ez tehát, hogy szaporodni fog. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor egyre több ilyen lesz. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.